A nyugalom megzavarására alkalmas hírrel kezdjük a híradót. Magához tért, és mindenre pontosan emlékszik, tudja, mi történt vele. Ezt mondta Bliknek, annak a kislánynak az édesanyja, aki tegnap szúrt meg egy osztálytársa a Bőnyi általános iskolában. Elmondása szerint az órán még beszélgettek, aztán hirtelen a háta irányából erős fájdalmat érzett, majd összeesett. Az édesanyja szerint olyan erős volt a szúrás, hogy eltörte a lánya bordáját, a késhegye pedig elérte a tüdejét. Az iskolában reggel újraindult a tanítás, a diákoknak pszichológusok segítenek a történtek feldolgozásában. Iskolatáska nélkül elemózsiával a kezében érkezett meg szüleivel a legtöbb gyerek kedreggel abba a Bőnyi általános iskolába, ahol tegnap reggel a késelés történt. Úgy tudjuk, az intézményben minden osztályban az első két óra osztályfőnöki volt, amelyet pszichológusok bevonásával tartottak meg a diákoknak. A falubelieket megdöbbentette a késelés. Azt mondták, elszomorítja őket, ami történt. Én azt hallottam, igen, szentelen volt ez a leány, akit megkésétek. Ma a másik kislányt ismerem, hogy rendes egy leány volt, hogy mi történt. Gondolom, nem bírta már tovább sok szekállást. Gondolom, ez bevethetett idáig. Normális családnak ismerem őket, dolgoznak egy tisztelt, ez a kislány, ez egy aranyos kis barátságos leány. Az M1 stábja beszélt a megkéselt kislány szomszédjával. A férfi azt mondta, úgy tudja, már stabil a kislány állapota. A nővér, te vagy húga vagy volt itt reggelibe, amikor kijöttem. Ővele beszéltem, hát annyit mondtam neki, a jobbulást kívánok, a Mirellának. Már megkérdeztem tőle, hogy mégis mi van. És mi a helyzet? Mit mondtak önnek, hogy van, hát jó? Stabil. Ebben a házban lakik a késelő kislány. Kerestük a családot, de senki nem jött ki a házból. Hétfőn az első óra után hátulról szúrta szíven osztálytársát egy hatodik osztályos lány. Az elkövető egy 20 cm-es penge hosszúságú kést hozott el otthonról, amit elrejtett apadban. A megkéselt kislányt mentőhelikopterrel a győri Petszaladár kórházba szállították. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, állapota stabil, jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. A megkéselt kislány édesanyja megtörtén nyilatkozott a Bliknek a kórházban. Azt mondta, olyan erős volt a szúrás, hogy eltörte a lánya bordáját, a késhegye pedig elérte a tüdejét. Sok vért vesztett. Egy ideig altatásban tartották, de pár órával a műtét után magához tért és mindenre emlékszik. Azt mondta, az órán még beszélgettek, aztán hirtelen a háta irányából erős fájdalmat érzett. Azonnal odakapott, majd szólt a barátnőjének, hogy szaladjon, mert ő nem tud. Az elkövető csak kinevette és azt mondta neki, így jártál. Ezután a megszúrt kislány összeesett. Alap szerint a megkéselt kislány azt mondta az édesanyjának, hogy nem érti a történteket, és azt kérte a szüleitől, vegyék ki az iskolából, mert fél visszamenni oda. A Bliknek az édesanyja megmutatta a kórházban a megkéselt kislány fotóját is. Bal oldalon látható a fényképe. Jobb oldalon pedig a késelő közösségi oldalán használt fotója, amelyen egy pisztolyt tart a kezében. Kiderült, hogy az elkövető egy halállistát készített, amelyen pirossal jelölte azokat a diáktársait, akiket meg akar ölni, zöldel pedig azokat, akiket nem. A listát a rendőrség lefoglalta.